Eperhegyek a vásárcsarnokban, de meg sem lepődtünk a látványon, hiszen az elmúlt hetek időjárása még a szakemberek szerint is kedvezett a hazai primőr gyümölcsöknek. Végre nem csak spanyol hombol vagy még messzebbről származó epret ízlelhetünk, hanem mondjuk finom csanakit is. Ez a gazda idei első termését hozta a piacra, és azt mondja, nem aggódik, hogy ne fogyna el néhány óra alatt. A magyar áru ízletesebb, tehát a saját termék sokkal jobb a másabb a napfények, mint Spanyolországban, mint Görögországban, és finomabbak a magyar eperek, és érdemes vele foglalkozni. Néhány méterrel arrébb aztán jön a meglepetés, nem csak eper, de cseresznye is kapható már a vásárcsarnokban. A Győrhöz közeli nyúlon már beérett az édes gyümölcs, ráadásul nem is drága, mindössze 500 forintot kérnek érte kilónként. Most 5 ér adtam, 4 ér. Az most olcsó vagy drága? Lesz-e ez mondjuk több vagy kevesebb később? Később olcsó lesz, hátha lesz. Az első primőrök tehát már megjelentek a piacon, de érdemes velük vigyázni. A kereskedők szerint ugyanis nem biztos, hogy az a gyümölcs finom, amelyik mutatós. Megéri tehát jól körülnézni a standokon, már csak azért is, mert az árakban is komoly különbségek lehetnek. Jelenleg általában 10-20%-kal kerülnek többe az egészséges finomságok, mint tavaly, de a következő hetekben, ahogy egyre több lesz eperből és cseresznyéből is, a dömping lejjebb nyomhatja majd a mostani eper esetében kilónkénti 1500-as, illetve a cseresznyénél az 500 forintos árakat. Thank you.